Szinte minden sportágnak van megyei bajnoksága, a kerékpározóknak viszont nincs. Ez volt az a gondolat, ami a nyírségi kerékpáros ese közgyűlésén elindította a szervezők fantáziáját. Az ötletelést tettek követték, így július 2-án első alkalommal szállhatnak nyerekbe a megye legjobb profi és amatőr bringásai. A szervezők 6 kategóriában várják a nevezéseket. A férfiak között U17-es korcsoport, tehát ez a 15-16 éves korcsoport, junior korcsoport, ami 17-től 22 éves korig foglalja magába a srácokat, felnőtt férfi, ez 40 éves korig, és 40 év felett a master. A hölgyeknél pedig egy U19, ami 18 éves korig a lányokat, illetve a felnőtt női korcsoport. Ez a 6 korcsoport, ez gyakorlatilag lefedi azt a skálát, ami van, amiben várunk indulókat. Hogyha ez kevésnek bizonyul, akkor jövőre lehet bővíteni, de gyakorlatilag ez helyel közel azokat a korcsoportokat tartalmazza, akik a magyar bajnokságon is szerepelnek. Nevezni a helyszínen reggel 8 órától lehet. A verseny 10 órakor a lassú rajttal veszi kezdetét. A lassú rajt az a Szilvafürdőtől indul, a rendőri felvezetéssel áthaladunk a Tiszahídon, és jobbra fordulva Tivadar felé a gáton lesz majd az éles rajt, ott lesz majd név szerint, rajtszám szerint beszólítva a versenyzők, és onnan lesz gyakorlatilag az éles rajt. A szervezők 80-100 versenyzőre számítanak. A junior férfiak és a felnőttek számára 70 km a táv, a többi kategória résztvevői 40 km tekernek.